Önök a Kirakót, a Metropolitan Egyetem hallgatói műsorát látják. Én Német Márton vagyok, ő pedig Nagy Noémi. Mai témáink többek között a fiatal agykutatók, a gyerekjátékok veszélyei és a kutyakiképzés lesz. Ezen kívül számos sporttal kapcsolatos témával is várjuk Önöket. Miközben sok fiatal értelmiségi külföldön próbál szerencsét, Reketyei Boglárka arra volt kíváncsi, hogyan tudnak itthon boldogulni a fiatal agykutatók. Miért lettél kutató? Gyerekkoromban nagyon szerettem kérdezni, és azt figyeltem meg, hogy ha kapok egy választ, akkor a válaszra együtt két plusz kérdést is kapok. És minél több választ kaptam, annál több plusz kérdésem is merült fel. És azt hiszem, hogy a kutatói létnek a legérdekesebb része az, hogy ahogy egyre közelebb kerülök egy-egy válaszhoz, úgy látom meg azt, hogy mögötte mennyi új kérdésre ütőzik. Már az egyetem alatt érdekelt a kutatás, igazából olyan harmadévesen, mesterképzés első évében döntöttem úgy, hogy kutatással szeretnék foglalkozni, és az egyetem után körülbelül egy évvel nyílt lehetőségem fiatal kutatóként bekapcsolódni a Magyar Tudományos Akadémia Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének a munkájába. Mit dolgozol? Jelenleg több kutatáson is dolgozom. Ezek két csoportban sorolhatók. Az egyik az az, hogy a virtuális valóság terjedésével milyen új kihívások elé kerül az emberi megismerés. Gondolok itt például arra, hogy azzal, hogy így fejszemüveget hordunk, azzal gyakorlatilag a valós térből ki tudjuk magunkat ragadni, és egy másik térbe tudunk átmenni, ahol egészen fura dolgok is megtörténhetnek, amik ellentmondanak a mindennapi fizikának. Például a legegyszerűbb eset az az, hogy ha a horizontot elkezdjük mozgatni virtuális valóságban, akkor az ugyan a testünk számára nem tűnik úgy, mintha a Föld rengne alattunk, viszont azáltal, hogy azt látjuk, hogy mozog a Föld a látványban, ez olyan érzést kelt, mintha valóban egy földrengést élnénk át. Elismerik a munkádat? Alapvetően megbecsülik a fiatal kutatóknak a munkáját Magyarországon. Igazából pozitív visszajelzéseket, elismeréseket kapok, akárkinek mesélek a munkámról. Tehát van ez a fajta elismerés. A kutatásomnak a másik irányja, az pontosan ennek az organikus interakciónak a megismerésére irányul rá. A címnél, ahol dolgozom, a Szinetiknél, az érzelmeknek az agyi válaszairól foglalkozunk. Azzal azt próbáljuk megismerni, hogy különféle szenzorokkal, amit lehet egy égi berendezés, amit most itt fogok kezemben. Ezt, hogyha rátesszük az embernek a fejére, akkor ezek a kis tapparcsok, ezek képesek a koponyán kiszűrődő agyi elektromos jeleket, amik az agyi aktivitást kíséri, ezeket fölfogni, és ezeknek a regisztrációjával valamennyire betekintést tudunk nyerni abban, hogy az ember miként is gondolkodik, miként is kérdez. Itt, ahol én dolgozok, ez a természettudományi kutatóközpontja az akadémiának, talán 3 éves sincs. Ebből a szempontból mi nem panaszkodunk, mi a szerencsésebbek közé tartozunk. A régebbi épületekben talán annyira nem felszerelt. Adottak a kutatás feltételei? Az MTA Agyi Képalkotó Központjába nemrég telepítettek egy egyetemi készüléket. A Szimetikvél rendelkezésemre áll elképesztő mennyiségű adat olyan hordozható szenzorokból, amikkel én elképzelem a jövő interfészét. Mit tartasz a legnagyobb sikerednek? A legnagyobb sikernek talán azt élem meg, ugye 2 éve dolgozok itt, hogy már most márciusban egy év után kijutottam a nemzetközi konferenciára Bécsbe, az Európai Tehetség Tanács nemzetközi konferenciájára, ott tudtam beszélni az elért eredményeimről. Alapvetően a kutatók így a világon szerte országok és földrészek között tartják egymással a kapcsolatot,
Tehát nagyon jellemző az, hogy rövidebb időre, fél évre, akár egy évre, két évre fiatal kutató kimegy és külföldön tölt valamennyi időt, ösztöndíjjal vagy munkát kap. De jellemző az is, hogy visszajönnek, de van, aki kint marad. A legnagyobb sikeremnek azt érem meg, hogy a doktori évek alatt alkalmam nyílt együtt dolgozni kiváló kutatókkal a világ több pontján. Sőt, itthon is egészen különleges kutatókkal sikerült együtt dolgoznom, nem csak a pszichológia, az idegtudomány, hanem a számítástechnika és a matematika területén is. A hintalótól az okostelefonig. A gyerekjátékoknak az elsődleges feladata az lenne, hogy fejlesszék a gyerekek készségeit. Leskovics Anikő arra volt kíváncsi riportjában, hogy hol tart ma a játékpiac. Nagyon szeretek kimenni, mondjuk az udvarra és ott focizni a barátokkal, és társasozni szeretek, meg néha így boxozni. A játékboltban kapható játékok nagyon széles spektrumot ölelnek fel, hogy egy példát kiragadjak, vannak az úgynevezett konstruktív játékok, amik tehát az összerakásra épülnek. Van egy komplexitása, hogy egy ábráról lenézi a gyermek, hogy mit kell csinálni, hogy ez egy kétdimenziós ábra, és ezt ő három dimenzióban megalkotja. Kirakózni, anyukását, és ennyi. Benne lehet a kreativitás, a fantázia, amit ezáltal megmutathat a gyermek, tehát valami olyasmit is létrehozhat, ami nincs az ábrán, amit ő talál ki, ebben is lelheti a sikerélményét. Vannak az úgynevezett szabályjátékok, ilyenek például a társasjátékok, ilyenkor is sokféle képesség fejlődik, hogy egyszerre számoljon és ugyanolyan ritmusban tudjon lépni a bábúval. Fejlődik még az a képesség, nyilván társasjátékot többen szoktak játszani, hogy ki kell várnia a sorát. Itt van még a kudarctűrő képesség, ez azt jelenti, hogy a társasjátékozás során azt is megtapasztalják a gyerekek, hogy nem mindig ők nyernek. Ilyenkor azért óvatatlanul szembesül valamilyen módon a kudarccal, és abban is fejlődni kell, hogy ezt a helyzetet, amikor nem ő nyer, tudja kezelni. Játékokról, hogyha gondolkodunk, akkor vannak olyan játékok, amikkel nagyon sokféle dolgot lehet játszani, tehát például amik alkalmasak szerepjátékra, ez csupa olyasmi, ami teret ad a kreativitásnak, tehát beleéli magát egy szerepbe, és azon keresztül eljátszik valamit a belső fantázia világából. Mindenki az a játszik, ami neki tetszik. És hogyha vannak fiús játékok, az ugyanúgy játszott lány is, mint a lány is játékkal a fiú. Nem önmagában megy be a gyerekboltba, vagy ebbe a játékboltba és választ játékot, hanem a szülő vásárol neki játékot. Tehát, hogyha valamilyen hatás éri a gyermeket, én azt gondolom, hogy azt a szülő közvetíti, vagy az egyéb intézményrendszer, vagy az a társadalmi keret, amiben a gyermek él. A gyerekeknek manapság iszonyatosan sok játéka van, tehát óhatatlan, hogy egy kislánynak is van nagyon-nagyon sokféle játék. Előfordulhat, hogy a szülők próbálják valamilyen irányba terelgetni a gyereket, de én azt látom, hogy a gyerekeknek azért elég erős szokott lenni a preferenciája, és ez valamilyen szinten a szülők is alkalmazkodnak. Tehát, hogyha azt látom, hogy én azzal tudok neki örömet szerezni, ha nem tudom, markolóautót vásárolok, akkor azért biztos, hogy lesz 4-5 darab markolóautója, amellett, hogy nyilván néha másfajta játékot is kap. Te szoktál számítógépezni? Nem. Nem? Okostelefonod van? Igen. És mire használod? Játékra. Telefonálásra, Facebookozásra, csatolásra és játékra. Egy csomó játék van rajta és nagyon jó. Lehet helye a számítógépes játéknak, van is funkciója, minden gyerek ismeri, klassz, hogyha tájékozódik a számítógépen, vagy van valami köze a számítógépes játékokhoz. Itt az arányokra érdemes odafigyelni, tehát hogy ne csak azt játssza a gyermek, és ne a gyerek nagyon eltorulva az arányok, hogy szintén alig van a szabad levegőn, alig sportol, alig találkozik a kis társaival, kortársakkal alig játszik, nincsen a játszótéren, nincsen olyan úgymond strukturálatlan ideje, amikor ő csak úgy el van, és akkor abból valahogy majd kialakul egy játék, hanem minden ideje a számítógépezést tölti ki, azt igen, azt nem mondom, szerencsésnek. Az okostelefon a kiskamaszok számára ma már mindennapos használati cikk. Azt inkább én ilyen luxus cikknek látom, tehát hogy a funkcióját nagyon nem érzékelem egy gyerek esetében, hogy neki miért kéne, nem tudom, csetelnie, vagy ilyen közösségi média oldalon fent lennie. Úgyhogy, hogy mikor kap okostelefont, hát ez szerintem nagyban attól függ, hogy mikor könyörgi ki. 10-12 éves kor között már általában szoktak kapni a gyerekek telefont. Hát ezen belül, ahogy mondtam, az okostelefont én azért nem érzem feltétlenül szükségesnek. Én nem látom azt, hogy a szülők ezt nagyon értenének, de mivel sehol máshol nem oktatják, ezért ha a szülő nem tesz ez ügyben előfeszítést, akkor végső soron a gyerek így saját maga tapasztalja meg, így a saját magakárán. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy talán a szülőnek lenne jó tájékozódnia ez ügyben, és némileg hát elbeszélgetni a gyermekkel erről.
érdemes a szülővel együtt konszenzusra jutniuk. Én azt látom, hogy nagyon nagy daccal és lázadással reagálnak a kamaszok, hogyha egyfajta szabályt megpróbálnak rájuk erőltetni, tehát hogyha ki van jelentve, hogy ezt így is így lehet. Én azt látom, hogyha bevonják a kamaszt ennek a szabályrendszernek a kialakításába, akkor együttműködőbb is lesz. Sokan csodát ígérnek, a statisztikák szerint mégis mi állunk utolsó helyen nyelvtanulás terén. Tímár Nóra arra kereste a választ, mi állhat ennek a hátterében, a közoktatásban miért nem olyan módszerekkel tanítanak, mint a nyelviskolákban. Az Európai Uniós ranglistán sajnálatos módon hazánk a beszélt nyelvek listáján az utolsó előtti helyen szerepel. Ami azt jelenti, hogy az országon belüli lakosok 10-15%-a beszél csak valamilyen idegen nyelven. Ellátogattam a 19. kerületben található Shetland nyelviskolába. Mi nem állítjuk soha senkinek, akinek bejön, hogy könnyen, gyorsan, verejték nélkül idegen nyelv, már rögtön a tiéd is, csak fizesd be. Én ennek maximálisan nem vagyok híve. De az igényfelmérésben kiderül, hogy az a csoport üzleti angolt szeretne, és csak szóbeli. Akkor olyan tematikával dolgozunk, hogy akkor üzleti angol szókincset tanítunk, és annyit írunk, amennyit muszáj, és ehelyett csak kommunikálunk. Továbbra is csak azt mondom, és én ezt a hallgatóknak is azt mondom, hogy a nyelviskola is öreg, én is öreg vagyok, és még soha senki nem tudta megtalálni azt a módszert, amivel ne kellett volna precízen, ne kellett volna odafigyelve nekiállni akkor, ha az adott ember igényes. Az elsőre komplex vizsgált tevők százaléka, 80%, ez egy nagyon jó százalék. Csinálunk olyan statisztikákat is, hogy mi a különbség a között, aki az utcára jön, mert mi vizsgahely vagyunk angolból, meg németből, hogy milyen százalékban teszik le azok, akik csak úgy jöttek, meg azok, akik ide jártak, vagy itt vettek részt tanfolyamon. Hát természetesen magyarul, aztán még ami megmaradt az oroszból, és hát angollal kísérletezem már egy pár évtizede. És ezek mérhető indikátorok, hogy az utcáról jött ember, aki ugye nem az utcáról jött, hanem valahol tanul, csak nem itt, az 50-60%, a miénk az 80% fölött. Angolt felsőfokon, spanyolt nem? Alapon magyarul, meg németül, de a kicsi lányom az... Én németből érettségiztem, és most angolul kezdtem el tanulni. Tanítjuk az angolt, németet, ezekből van ugye a legtöbb csoportunk, vállalati is, meg lakossági is, és ezen kívül tanítunk spanyolt, franciát, olaszt és oroszt, szintén cégeknél és itt lakossági csoportokban is, de tanítunk skandináv nyelveket is, ha van rá igény, illetve most zárult le egy holland képzésünk, úgyhogy portugálunk is volt már. De ahhoz, hogy azt akarom mondani, hogy ki tudjon menni, és mondjuk el tudjon beszélgetni egy utazási irodában, vagy adott esetben nővérként munkát tudjon vállalni, vagy egy asztalos műhelyben kommunikálni tudjon a kollégákkal, az 200-250 óra. Németből felső, angolból közép, ne haragudjon, de tényleg fél. Gyakorlatban a nyugat-európai fiatalok, és úgy értem a fiatalok, hogy akik már most 50-60 évesek, ez mindig evidencia volt, hogy egy holland vagy egy dánnak az, hogy az angolt tudni kell, az fel nem merült, hogy nem. I speak English, Czech, Russian. Angolul felsőfokon, spanyolul középfokon. Ezt mi úgy szoktuk hívni, hogy mert itt két dologról beszélünk. Az egyik egy nyelvtanulás, a másik pedig a nyelv elsajátítás. E között látni kell a különbséget. Magyarul meg németül. Angolul és franciául. Régen is azt mondták, ugye ez egy régi magyar, nem tudom milyen szólás, közmondás, hogy ahány nyelv, annyi ember. Ugye? De ezt a régiek nem azért mondták, hogy ahány nyelv, annyi nyelven tud bizniszelni, és tudták, mi ez a biznisz. Hanem azt mondták, hogy ahány nyelvet tudsz, annyi módon képezed le a valóságot. A cél nem a kényszeres nyelvtanulás, hanem az, hogy képesek legyünk kommunikálni egy, illetve több nyelven az anyanyelvünk mellett.
A mai társadalomban egyre fontosabbá válik a felelős kutyatartás. Ennek köszönhetően felértékelődött a kutyaiskolák szerepe. Az itt folyó munkáról készített riportot Klimes Krisztián. Hatodik volt a német juhászkutyák munkavilágbajnokságán, Franciaországban. És melyik volt a legkedvesebb, vagy a legelső győzelme ez az 1900? Ne, az nem Európa bajnok lettem, csak 17 éves voltam, és hogy bekerültem a felnőtt válogatottba. Aha. Ugye februárban ez 40 éve, hogy csinálom ezt. Uh-huh. Benka András vagyok, babérkoszorús mesterkiképző, nemzetközi munkabíró, illetve kutyákkal, munkakutya versenyeken vettem részt, illetve magát ezt a sportot és kutyaiskolába kisgyerekként 77. február 14-én kezdtem és léptem be, a tanítómesterem Szopó Béla. Ahogy megörököltem úgymond az iskolát, az a kőbányai kutyaiskolaként, még ugye a régi szocialista rendszerben, és gyakorlatilag hogy az első 2-3 táb családban benne volt Magyarországon a Happy Dog, ez egy német eredetű, igen jó minőségű kutyatárcsalád, és ennek az akkori magyarországi forgalmazójával sikerült nagyon jó kapcsolatba lépnünk. De hogyha visszatekintek itt a lassan elmúlt 28 évre, maga ez a Happy Dog név mindenféleképpen úgy gondolom, hogy hangulatában, milliójében tükrözi is a mi gondolati világunkat, illetve amit szeretnénk átadni a gazdiknak. A kutyáikkal együtt egy fegyelmezettebb rendszerbe vannak tartva, én ebben hiszek, és úgy gondolom, hogy mivel a gazdáknak a 95%-a első kutyás, itt elsősorban a gazdákat kell olyan szinten tanítanunk, és egy 21. századi gondolatiságot, és ez egy technológiát átadni, hogyha úgy indulnak a foglalkozások, mint sok más iskolában, nem csak tükör, bármilyen más iskolában, hogy elengedjük a kutyákat és hadd menjenek, akkor tehát gyakorlatilag egy óvodásra, vagy egy óvonéni, vagy asszisztensre 2-4 óvodás jut, tehát ugye sokkal jobban oda tud rá figyelni. Úgy van kialakítva maga a szocializáció rész az óvodában, hogy a fajtásaival a játékot, testjelét felismerjék a kutyák. Mindemellett rögtön első pillanattól kezdve az óvonénik, asszisztensek magyarázzák a gazdiknak a kutyának a valós testjeleit, hogy mi mit jelent. Tehát gyakorlatilag kapnak hozzá egy szóbeli kézikönyvet rögtön minden egyes mozdulatukra, reakcióra, hogy mi mit jelent. Mindemellett magában ugye minden ösztönlénél, akár ember, akár állatról beszélünk, a tanulási szakasznak két legfontosabb része, az egyik ugye a motivációs szint, a másik pedig a figyelem és a koncentrációnak minél magasabb szintű megépítése. Mert 6 hónapos kor körül már a kistestű, illetve a középtestű kutyáknak egy jó részénél már másodlagos ivarjelleg már kezd kialakulni, és akkor ugye már egészen másképpen viszonyul a fajtársaihoz. Van egy 4-5 hónapos dog, azt egy 3 hónapos tojuszkárral úgy szintén nem engedhetem összejátszani, hanem az iskola két végébe foglalkozik vele, akkor úgy óvonéni, ugye, hogyha netán ekkora eltérések vannak, mert egy ilyen 4-5 hónapos dog elszalad és véletlenül a lábával csak úgy megüti, hát akár komoly egészség károsodása lehet annak a kiskutyának. A csoportok azok egymásra épülnek nálunk. Ami még nagyon nagy különbségnek gondolnám, hogy nincsenek bekényszeríteni, így mondanám, de pozitív értelemben tanfolyamokra az emberek. Az óvodában 6 hónapos korig maradhatnak, utána kezdő, középhaladó, haladó csoport, majd vizsga, versenycsoportok vannak. Mivel hogy egyre nagyobb úgymond divat, hogy menhelyről veszünk ki kutyát, ezért ugye ez egy nagyon nehéz szegmens, mert lehet, hogy egy olyan kutyus sikerül kivennünk, ami állandóan az emberen csüng, stb., de lehet, hogy olyat veszünk ki, ami tényleg annyira sérült, annyi sok dolog, rossz dolog érte, hogy hónapok vagy évek, hogy önmagához képest egy pozitívabb kutyává váljon, és tényleg merjen bízni emberbe. Most mondhatom azt, hogy a kezdő csoportban az egyharmada az felnőttként 1-4 év közötti kutyák, amelyeket pár hete fogadtak gazdák örökbe, és az elmúlt időszakban nagyon nehéz feladat, de minket tisztelnek meg a mi iskolánkat is,
de egyre többen, hogy segítsünk, és nagyon nagy figyelmet szentelünk ennek. Általában tapasztalat az, hogy fölhívnak, és akkor megkérdezik, hogy szakmailag hogy látjuk. A válasz az, hogy ugye el kell jönni, és akkor meglátni, megismerni a családot, illetve hogy a gyerek ugye milyen korú, illetve milyen a kontakt, illetve mekkora a kutya, hogy fizikálisan hogy bír el vele. De azt mondhatom, hogy épp a mai nap nem volt, de az óvodában például tegnap is, illetve múlt héten 4, ilyen 5 és 9 év közötti kisgyerek van, aki saját maga foglalkozik. Oly emberek találkoznak itt, úgy szoktam mondani, mint egy olvasztó tégely, akik egymással különböző oknál fogva, szociális helyzetük, tanulmányai, stb. Soha esetleg szóban nem állnának, egymással nem találkoznának. Itt viszont a kutyán keresztül, egy közös hobbi, egy közös szeremben keresztül nagyon-nagyon jó haverságok, sőt időnként még komoly barátságok is, meg szerelmek alakulnak. Marci, te fogadtál már örökbe állatot? Így van, igen, egy németi vászkölyköt, mert volt szerencsém örökbe fogadni. És nem bántad meg? Nem, egyáltalán. Kicsit féltem az elején, hogy mi lesz majd, de teljesen pozitív volt a dolog. Erre bíztat Cifra Zsófi is, aki a Noé állatmenhelyen járt. Nagyjából 30-35 fajta egyedei fordulnak még itt az állatotthonban. Gyakorlatilag minden állat van, ami egy hagyományos gazdasági udvarban megtalálható. A szarvasmarhától birkáig, kecskéig, az összes szárnyasféle, csirkék, ludak, kacsáknak mindenféle válfaja, illetve vannak nálunk vadon élő állatok, vadászható állatfajok, rókák, borzók, egerészölyv, szarvas, őzek, úgyhogy rengeteg sokféle állat, és hát vannak egzotikus állataink is, amik Magyarországon nem honosak, mosómedve, ormányos medve. Mikor szorul egy vadon élő állat arra, hogy ide kerüljön? Minden állatnak megvan a maga története, a gazdasági állatok általában rossz tartás, vagy elhanyagolás, vagy magukra hagyás áldozatai miatt kerülnek ide. A vadon élő állatok pedig a legtúlnyomó esetben sérülten, vagy elárvultan kerülnek hozzánk. Nyilván az a cél velük kapcsolatban is, hogy felneveljük őket, aztán szabadon engedjük. Akiket nem lehet a sérülésük, vagy a túlszelítségük miatt, vagy esetleg bármilyen más viselkedési gond miatt nem biztonságos a szabadon engedésük, azok élnek itt nálunk végérvényesen az állatotthonban. Több speciális programmal rendelkeznek, ezek közül az egyik legnagyobb, a Mini Menhely projekt, mely során a sintértelepekre került, altatásra ítélt állatok szervezetmentését és rehabilitációját végzik, hogy azok végül új gazdához kerülhessenek. Mindemellett több fajta mentőcsoportot is működtetnek. Rengeteg fészekhagyó vagy fészekből kipottyant madarat, több százat fordul meg itt nálunk évente, akiknek túlnyomó részét sikerül aztán szabadon engednünk. Ugye nagyon sok kutyus, cica, az ilyen ezres létszám körül, akik átpörögnek évente rajtunk, úgyhogy rengeteg állat megfordul itt. Mennyit sikerül ezekből gazdához adni? Kutyából, cicából én azt gondolom, hogy előbb-utóbb reményénk szerint mindenkinek eljön a saját családja. Persze vannak ezek közül is olyanok, akiket valami ok miatt nem lehet gazdásítani, például túl agresszív, vagy mondjuk túl félénk, és ők végleges otthonra lelnek itt nálunk. De azért azoknak a kutyáknak, akik úgy nagyjából minden rendben van, csak egy kis gyógyulásra, rehabilitációra, oltásra, ivartalanításra szorulnak, azoknak előbb-utóbb megtaláljuk a gazdáját. 2 éve került hozzánk kicsi kutyán, aki akkor még ideiglenesen volt nálunk, de azóta már örökbe fogadtuk, mert nagyon megszerettük. Szerintem bátran mindenki örökbe fogadhat ilyen kutyákat, mert nagyon hálásak tudnak lenni. Hogyan működik itt az örökbefogadás? Noé állatotthonnak nagyon szigorú örökbefogadási rendje van, és több lépcsős. El kell jönni, meg kell ismerkedni, sokukat mi viszünk házhoz, szigorú örökbefogadási szerződést kötünk, és utolkövetés is van. Rengeteg olyan állatot sikerül örökbe adni, akire azt gondolnák, hogy nincs is esélye, úgyhogy ez miatt nagyon boldogak vagyunk, sőt, hozzáteszem, nem javul is az emberek hozzáállása mondjuk a sérült vagy idős állatok felé. A legnagyobb sikerélmény nyilván mindig az, hogyha látjuk, hogyha egy állat boldog, de napi szinten kerülnek hozzánk nagyon nagy bajban lévő állatok, nagyon nagy sérülésekkel állatok, akiknek az életéért, a lábáért, a mozgásáért, bármiért küzdenünk kell. Nehéz lenne egy valamit kiemelni, úgyhogy ez éltet minket, a napi ilyen sikerélmények, ez adnak erőt a sok nehézséghez és lelki fájdalomhoz.
Az alapítvány egyik legfontosabb alapelve az, hogy minden élőlénynek joga van az élethez, ezért egyetlen állatot sem altatnak el. Természetesen ez alól kivételt képeznek a súlyosan sérült, szenvedő, menthetetlen állatok. Nem csupán az utak mentén elütött, sorsukra hagyott vagy más módon bántalmazott állatokon segít állatmentő szolgálatuk, de katasztrófa csoportjuk folyamatosan rendelkezésre áll az állatokat sújtó természeti vagy ipari katasztrófák esetére. Mindig előfordul, hogy vannak olyan állatok, akiket elvesztünk, akikhez későn ér a segítség. Ez a legeslegnagyobb fájdalom egy állatbarát, egy állatmentő számára, de ahogy említettem, mindig próbálunk a pozitív dolgokból erőt meríteni. Hatalmas segítség a kötelező csíp, ez a legeslegjobb az elmúlt két évnek a szilveszteri statisztikája, a szilveszterkor a petárdák miatt rengeteg állat megy világgá, és hát elképzelhetetlenül sokkal több jut haza azonnal a csípnek köszönhetően, de azért még mindig sok állatban nincsen csíp, vagy pedig ha van is benne csíp, akkor az adatbázishoz tartozó adatok nem megfelelőek, ezért arra kérünk mindenkit, hogy minden oltáskor, amikor viszi a kutyáját az éves oltásra, az állatorvossal ellenőriztesse le a kutyának az adatait. Hogyan lehet segíteni az állatmenhelynek? Mindenfajta segítséget nagyon nagy köszönettel várunk, hiszen normatív állami támogatás nélkül dolgozunk. Gyakorlatilag a felajánlható adó 1% az, ami hatalmas segítség nekünk, és hát bármiféle tárgyi vagy pénzbeli adomány, ezeknek hogy mire van szükségünk, folyamatosan kommunikáljuk a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon, és ezen kívül ide lehet jönni önkénteskedni, vagy akár önkéntes munkával egyéb módon is lehet minket segíteni, például fordítással, vagy az állataink hirdetésével, vagy egyéb hasonló dolgokkal. Noémi, te szoktál biciklizni? Szoktam, de ez az idő most nem alkalmas arra, hogy biciklizzek. Miközben Magyarországon egyre többen használnak kerékpárt, a magyar kerékpársport haldoklóban van. Erről szól Monoki Zsuzsa riportja. A legfontosabb célunk most, hogy egy kicsit létszámot bővítsünk, mert elég kevesen vagyunk. Úgyhogy ehhez kellenek a különböző toborzó módszerek. Most eléggé megvan a kötve a kezünk. Reáltunk ki iskolákba is, ott nem igazán jött össze a dolog. Próbálkozunk különböző rendezvényekre, vannak a nagy sportág választó, ki szoktunk néha járni. Milyen problémákat tudnál felsorolni? Kezdhetjük ugye például az iskola rendszerrel, hogy a gyerekeket lefárasszák, és annyit kell tanulni, hogy nem tudom, 8 általánosban már professzoroknak készítik a gyerekeket. 4 órakor nem tudjuk elkezdeni az edzéseket, nem érnek ide. Most is a kisebb csoportok át fogom rakni 4:30-ra, mert nem tudjuk 4 órakor elkezdeni az edzést. Hát és ugye ez magában vonja, hogy ősszel ilyenkor már sötét van. És ugye ez van tavaszig. Tehát kerékpáros edzésre a kerékpárosoknak rögtön kilőve. Nincsen egyáltalán hol edzeni. Ugye eddig régebben a KSZ egy nagyon szerencsés helyzetben volt, hogy a stadion és intézményei területén volt. Ugye most elkezdték lebontani a stadiont, körülötte volt egy kicsit több mint 1 kilométeres pálya, amit tudtunk használni. Most sajnos ez is megszűnt. A ligetbe szoktunk még ugye edzeni, hogy forgalomtól elszállt területen tudjunk gyakorolni, kerékpározni, de ott is ugye most a liget projekt keretében ugye elkezdődött a közlekedési múzeum lebontása, hát már ott se tudunk körbe menni. Mint egyesület a technikai feltételeit már nem nagyon tudjuk biztosítani ennek a dolognak. Tehát nincsenek igazániból kerékpárjaink, amik alkalmasak lennének arra, hogy versenyezzenek. Van egy egész szép ménes partunk, úgy becézzük meg ezt a dolgot, hogy ménes, de ezek igazániból versenyzésre nem alkalmas kerékpárok. Arra, hogy az alapokat elkezdjék, megtanulják, arra jó, de hogy versenyszinten versenyezzek, arra most nem igazán elégséges, és hát itt jönne az, hogy a szülőknek kéne ebbe sajnos beleáldozni, de egy igazi komoly versenybringa, csak maga a bringa része, mondjuk 3-400 ezer forint, az nem mindenki teheti meg, és akkor még nem beszélve a bukós is, akkor a cipő, ruházatokról. 2016-os évben nem volt kontinentális csapatunk. 2001 és 2006 közt 3 is volt Magyarországon. A gazdasági válság óta egy csapat működött, úgyhogy félig a szövetség támogatta, félig szponzori tevékenység. Hogy nagyon sokan 20 éves korban abba hagyják, kiégnek. Igen, ez egy valós jelenség, igazán, mivel ugye a KSI is 18 éves korig foglalkoztatja a versenyzőket utánpótlás nevelés szinten.
Volt egy-egy versenyzőnk, akik tovább is maradhatott. Nincs alternatíva, nem nagyon vannak egyesületek, ahova felnőtt korban el lehetne menni. Nagyon sokan inkább hobbi biciklistává válnak úgymond, és esetleg egy pár év múlva kezdenek el gondolkozni, hogy de jó is volt ezt csinálni régebben, és utána próbálnak visszatérni, de a kimaradt időszak az nagyon hiányzik. 23-ig kilométer számban mennyi lenne az ideális? Manapság már nem kilométerben számoljuk, hanem inkább edzés órában. Hát bizony ott a napi 5-6 órát is akár eléri, és ezt akár heti 7 napon keresztül. Ezt munka mellett, iskola mellett szinte lehetetlen. Aki 18 év után, érettség után komolyan gondolja a kerékpársportot, az akkor sokat nem tudják meghozni azt a döntést, hogy igen, akkor most én halasztok egy kicsit, és a tanulást háttérbe szorítom, és az élsport kerül előtérbe, pedig ez lenne az egyik legfontosabb időszak a sportban. Ezt kevesen tudják meghozni ezt az áldozatot, úgyhogy nem is igazándiból kiégésről beszélnék, hanem egyszerűen nem tudják vállalni az ezzel járó terheket a gyerekek és a szüleik. Nálunk hazánkban ez a legnagyobb probléma, hogy ennek a kettes, köztes kategóriának nincs meg a megfelelő támogatottsága. 18 éves korig a szülők még támogatni tudják döntő többségben a fiatalokat, és ez az úgynevezett U23-as korosztály, itt veszük a legtöbb versenyzőt. Aki tehetség, az elmegy egy nagyobb csapatba, ami most hazánkban sajnos kevés van, vagy külföldön versenyez tovább, vagy abba hagyja. Kőkemény a nemzetközi program, hogy bárki minden héten nemzetközi versenyen méretteteti meg magát, készülhet, sőt, magyar versenyző véleményem szerint sokkal előnyben van ilyen téren, például egy nagy sportmúlttal rendelkező országnál, egy olasz, orosz vagy angolnál, míg ott maga leverekedi a válogatottba, és onnan kikerül egy ilyen nemzetközi versenyre, világkupára vagy a keretbe, addig a magyaroknak ez viszonylag gyorsan és egyszerűen sikerülhet. Ebben az évben volt egy kiválóság a tipográfiás Peán Barnabás EB 7. helyezés. Aki olyan eredményeket ér, azt nagyon árgus szemekkel figyelik, és már viszik, anélkül, hogy kérdezni. Te sportoltál valaha egyesületben? Igen, fiatalabb koromban volt el lehetőségem, de ez nagyon komoly erőfeszítéseket igényel a gyerekektől és a szülőktől egyaránt, mind időben, mind pedig anyagiakban, ami később nem biztos, hogy megtérül. Mi van akkor, ha valaki 20 évesen döbben rá arra, hogy ő nem is ezzel szeretne foglalkozni? Fári Fanni ezekre a kérdésekre keresi a választ. Én profi sportoló leszek. Kapjuk ezt a választ egyre gyakrabban, ha megkérdezünk egy 16-18 éves fiatalt arról, hogy mivel szeretne foglalkozni felnőtt korában. Ám az odavezető út kicsit sem zökkenőmentes, és ha valakinek sikerül is szépen végigmenetelni ezen az úton, garancia akkor sincs, hogy tényleg valóra válnak ezek az álmok. Lássuk, hogy miért. Először is már fiatal, akár 14 éves korban el kell döntenie egy kamasznak, hogy milyen utat választ. Vagy felvételizik egy erős, jó hírű gimnáziumba, ahol valószínűleg sem ideje nem lesz a versenyszerű sportra, sem az iskola nem fogja támogatni őt ebben. Vagy pedig felteszi a jövőjét egy lapra, választ egy kevésbé erős középiskolát, és emellett elkezdi az akár napi két alkalmas edzéseket. Mi most beszéljünk a második variációról. Az úszók már 13-14 éves korban elkezdik a napi több edzéses felkészüléseket. Iskola előtt ők már az úszodában vannak, és több, akár 4-5 kilométereket is leúsznak, majd beülnek az iskolapadba, ahol teljesíteni kell. Majd délután újabb 4-5 kilométer úszás következik. Hétvégén a versenyeken is jól kell teljesíteni. A fiatal focista növendékek pedig heti 5x2 órákat edzenek, majd ott vannak a hétvégi meccsek, amikért sok esetben 3-4 órákat utaznak vidékre. Ha ezeket az órákat összeadjuk, akkor az úszók esetében napi 4 óra edzéssel számolva, plusz hétvégi 2 óra verseny az egy évben, ha csak 300 napot töltenek így, akkor is 6600 óra. A focistáknál sem sokkal kevesebb ez a szám. Ha csak minden második hétvégén játszanak vidéken, ahova 2 óra alatt érnek, akkor 4200 órát áldoznak a sportra. És ezekben az órákban nincsenek benne azok a kiegészítő, erősítő edzések, amiket még másik alkalommal egyénileg végeznek. A fiatal atléták és kajakosok évente alig, hanem több 10 000 kilométert futnak, illetve eveznek le a karrier reményében, aztán amikor közlik velük, hogy nem számítanak rá a nevelő egyesületekben,
Alig, hanem egy világ omlik össze bennük. Mit érezhet az a fiatal, aki arra tette fel az életét, hogy sportoló lesz? Arról már nem is beszélve, hogy a szülőknek ez mennyi idő és pénzbefektetéssel jár. A focinál maradva, egy pesti csapat havi tagdíja minimum 10.000 forint. Emellett szezononként kell 4 pár cipő, 2 stoplis, egyik az edzésre, másik a meccsre. Egy műfűves és egy teremcipő. Ezek páronként 25.000 forintnál kezdődnek. Ez alsó hangon is 320.000 forint egy évben. De ezen felül sajnos egyre gyakoribb, hogy bár nem nyilvánosan, de az öltöző folyosókon egy borítékban az edzőknek is adni kell valamennyi pénzt, hogy a gyerek játssza a meccseken. Amikor pedig elírja kellő kort, és nem elég erős testileg, vagy nem elég izmos, akkor pedig ajánlani kezdik a tömegnövelők használatát, ami amellett egy egészségtelen, még drága is. Egy biztos, nagyon bátornak, kitartónak és szerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy valaki minden B-terv nélkül csak is kizárólag a sporttal tervezze a jövőjét. Viszont a sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. Ernest Hemingway. Hallgatótársaink most üresen hagyták ezt a csosóasztalt, de előfordult már némi túlzással, hogy egy itteni derbin többen szurkoltak, mint egy NB1-es vagy NB2-es magyar labdarúgó mérkőzésen. Hulko Áron a magyar labdarúgás egyik alapvető problémájáról készített riportot. A magyar labdarúgás egyik legnagyobb problémája, hogy nincsenek szurkolók a lelátókon. Ennek ellenére 2020-ig 32 helyszínen legalább 215 milliárd forint közpénzt kívánnak elkölteni a profi futballcsapatok stadionjaira. A Grupa Arena Európa egyik legmodernebb multifunkciós létesítménye, amely alkalmas sport, kulturális, üzleti és magárendezmények lebonyolítására. A stadion a Ferencvárosi Torna Klub otthona és nemzetközi futballmérkőzések helyszíne. Megkértem a legnépszerűbb magyar labdarúgással foglalkozó Facebook oldalnak, azaz a Trollfocinak egyik alapító tagját, hogy ossza meg velem a véleményét. Magyar futball színvonala, tehát hiába volt egy nagyon-nagyon eredményes Európa-bajnoksági szereplésünk, valami nem tudom, az embereket abszolút nem vonza. Hiába volt ugye az Árdai Párnak az a kérés a magyar futballvezetők felé, hogy kapukat nyissák meg, legalább az első 5 fordulóra. Én nem tudom, szerintem ezzel sem értünk volna nagyobb eredményeket, mert az emberek valamiért ugye nem nagyon szeretik a focit. Kluboknak se nagyon érdeke ennyi állami támogatás után, hogy embereket vonzanak be a stadionokba, meg ugye a média főszerepe az egészben, mert körülbelül azt súlykolják bele az átlagembernek a fejébe, hogy egy futballmeccsen közel ilyen polgárháborús állapotok dúlnak. Kaptunk már olyan kritikát, hogy miattunk nem járnak az emberek meccse, mert amióta ugye az emberek képbe vannak az oldalunk által a magyar focival kapcsolatban, tehát hogy emiatt, tehát ugye ez is egy nagyon nagy hülyeség. Egyelőre nagyon megoldás, mi sem jutottunk. Talán az lenne a legjobb, hogyha kupa csapataink, tehát nem esnének ki egy Albán másodiktól, vagy egy Fejér Orosz nyolcadiktól. Megyei focira például nagyon-nagyon jó hatása van. Azt veszük észre, hogy egyre több videót kapunk, egyre több képeket kapunk. Az NB1-gel már abszolút szintén nem is foglalkozunk, inkább a megyei focit toltuk előtérbe 90%-ba, és tényleg azt veszik észre, hogy hétről hétre többen vannak kint az emberek megyei meccseken, kapjuk folyamatosan az anyagokat, ugye a Józsiról, a Gyuriról képen élete olózós gólját lőtte, vagy egy jó kis tömegverekedésről. Nekünk van egy nagyon-nagyon hálátlan matricánk, egy elég ironikus matrica, amire azon ír, hogy stadionokat a kórházak helyére, ezt mindenhova kiragazgatjuk, csak ugye az embereknek ugye a 90%-a nem érzi ezt, tehát hogy mi a fordított pszichológiával dolgozunk, mert mi sem értünk azzal egyet, hogy ilyen 1500 fős falvakban ilyen 4000-5000 stadionok legyenek. És ugye az a baj, hogy az emberek nagy része pont emiatt pártelel a magyar labdarúgástól. Tehát aki még pár hónapja körúton ünnepelt a magyar válogatottat, az most visszarázódott megint abba, hogy ugye a kórházak helyett, meg az egészségügyi támogatása helyett is stadionokat építenek. Még egyszer mondom, mi sem örülünk ennek, annak örülünk, hogy tényleg folyamatosan fejlődik a futball, tehát akkor inkább csináljanak, nem tudom, utánpótláspályákat. Ugye az EB-n
ott kialakult egy olyan láz, ami egy egész országot összehozott. Ebbe bíztunk mi is, hogy minél többen ki fognak járni a meccsekre, sajnos nem is sikerült. Továbbra is azt tudom mondani, hogy a színvonalatlan játék, tényleg, tehát szenvedő csapatokat nézünk a pályán. A legfrissebben elkészült stadion az új Hidegkúti Nándor stadion, ezért kilátogattam az MTK Debrecen mérkőzésre, hogy megtudjam, a szurkolók mit gondolnak erről. Klassz, még alapvetően nem is értek vele egyet. Egyáltalán nincsen. Egyáltalán, semmi értelme nincsen szerintem. Hát, mert nagyon rosszak a meccs, elképesztően unalmas. Csak azért járok meccsre, mert meccsre járni jó, de a futball az szánalmas. Tényleg, hát semmiféle élvezet értéke nincsen ide járni. Még egy pár évvel ezelőtt is jobb meccsek voltak, mint most. Én szerintem az EB meccsek, ha nem azok jártak, akik ide járnának, az egy ilyen fellángolás volt. Tehát, hogy oké, ez klassz volt, de hát attól itt benne még nagyon rossz meccsek vannak. Nagyon szép a stadion, nagyon örülünk, hogy végre sikerült. Hosszabb dolgot igényel. Reméljük, hogy mindig többen lesznek. 5000-es a stadion, hát az még soká lesz, hogy ez teljes 5000 ember legyen, de 1000-2000 emberre már számítunk. És ahogy látják most is, azért most már elég szépen vannak, ma biztos lesznek 1500-an. Nagyon örülünk neki, hogy jönnek, és hát ahogy az elnökünk mondta, egy éven belül már 3000-es átlagnézőszámot szeretnénk. Remélem meg is lesz. Úgy látszik, hogy nem csak MTK probléma, mert ugye van 12 csapat az NB1-ben, és hát mindenhol kevesebben vannak. Ez egy nagy dolog lesz az MLS részéről, a Csányi úr, hogy vagy jobban kellene megoldani a belépőket, vagy olcsóbbá kellene tenni, vagy nagyobb propaganda kellene. De a legfontosabb szerintem a jobb foci, mert a jobb focira jönnek. Meg akartuk kérdezni a vendégszurkolókat is, azonban 2 perce már elkezdődött a meccs, és továbbra sem jutottak be a stadionba, épp ezért nagyon ingerültek, és nem akartak neki nyilatkozni. Az ilyen kellemetlenségek is csak eltántorítani tudják a szurkolókat, hogy ennyit utazzanak a semmire. Bízom benne, hogy hamarosan újra megtelnek majd a lelátók, és a magyar labdarúgás színvonala is nőni fog. Önök a Kirakó második adását látták. Hamarosan újra lejelentkezünk. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.